gyúrunk egy egyszerű alapkalács tésztát, fél kiló lisztet fogunk venni, 220 g tejet, ebben belerakunk 25 g élesztőt, azt légy szíves morzsold bele. A 220 g tejbe belemorzsolok 25 g élesztőt. Ha szakács lennék, akkor csak annyit mondom, egy kicsit szorsz, itt most grammok vannak. Igen, de honnan tudod, hogy ahhoz a liszthez vagy? Te mindig ezzel a liszttel dolgozol? Mindig. Ja, én mindig ezzel akkor a ezért liszttel. Tudja. Mehet bele a cukor 30 is? 30 g cukor, igen. Ez két tojásnak a sárgája. Most része. Tegyem is bele? Igen, igen. Igen, és ezt egy kicsit el kell keverni. Tudtam, hogy van egy megfelelő habverő. A fél kiló lisztbe 10 g sót belerakunk. Ízesítőnek egy nagyon pici vaníliás cukrot. Picit elkeverem a sót benne, és már öntheted is az egészet. Nem kell felfuttatni. Nem. Jó. A legújabb tészta gyúrás szerint, hogy most gyúrjuk a tésztákat, először elgyúrjuk a tésztát, és amikor már kezd összeállni, és már majdnem készen van, akkor dobjuk bele a vajat. Igen, én a kalácsnál előre belerakom, mert ennyi élesztő úgyis felhozza a kalácsot. Ez inkább, amikor kovásszal kenyeret készítünk, akkor igen. Fontos, hogy... Vagy egy olyan hosszú érésű tésztánál például, amikor mondjuk egy napra gyúrok előre, tehát ma begyúrom a tésztát, és holnap fogom feldolgozni, oda nagyon fontos, hogy a végén legyen beledobva. És amikor így nagyjából már kezd összeállni, 50 g vajat szép lazán belegyúrunk. Lássuk be, hogy a dagasztás az egyébként egy férfi munka. Mert igen. Az egy nehéz dolog. Mégis tradicionálisan is a nők csinálták. Hát igen, a nagymama tészták azok ugye? A legjobbak. Sose fáradtak el. Lehet látni, hogy elválik az edénytől, és a vaj most kezd feloldódni. Ha körülbelül ilyen állagnál abba hagyjuk, akkor nem lesz fosztós a tésztánk, és szét fog esni. Aha. Tehát teljesen ki kell dolgoznunk, hogy mind elváljon hogy a kezünktől. Hogy ilyen szálas legyen. Lehet, hogy ki is vesszük az asztalra, és akkor... Tessék, ez le van tisztítva. És jól meg kell szeretgetni, meg dolgozni, ez van. Nagyjából ilyen a tésztánk, most egy picit hagyjuk, félretesszük, egy 15-20 percre, még egyszer átgyúrjuk, akkor már tökéletes lesz a felülete, letakarjuk, és egy fél óra múlva már lehet is nyújtani. És ugye arról beszéljünk, hogy ez egy viszonylag kemény kalácstészta, mert formázni kell. Igen, és hogy be kell tölteni, az egy nagyon fontos azt lesz. Is tartsa igen, meg. Igen, hogy meglegyen az egésznek a szerkezet, és ne az, hogy összefolyt legyen. Félredobjuk. Van addig dolgunk? Megcsináljuk a mandula tölteléket. Jó, oké. Sima darált mandula. A cukrot szeretném kérni, ott a edényben van egy picike víz. Ki van mérve? Igen. Hány gram? 27 g a víz. Tudtam. 70 g a cukor. Ez kell. Természetesen az lesz az ízesítő. Citromhéj és narancshéj. Fahéj. És kell lenni egy tálba nekünk itt méznek. Ez az? Igen, igen, igen. Hogyha véletlenül ki van kristályosodva, nem probléma, mert akkor nem a száraz anyagba fogjuk beledobni, hanem belehúzzuk ide a... Aha. Tehát csak egy kis kanálméz. Igen. Ezt a kis picikért fel kell forralni. Igen, igen, igen. Ezt igen. Mind. Pici fahéjat rakunk rá. És itt pedig az a lényeg, hogy forjon és feloldódjon teljesen benne a igen, ne ropogjon. Cukor. Picit kisebb az edény, akkor csinálhatjuk azt, hogy amikor elkezd forni, akkor elszámolunk körülbelül 25-ig, akkor tökéletes lesz ez a szirup, és a mézes, cukros vizet rá fogjuk önteni. Az egészet szép laza mozdulatokkal el kell keverni. Nem szabad megijedni, ebből egy ilyen nagyon sűrű, kemény anyag lesz. Főleg, hogyha hagyjuk állni egy 2-3 órát körülbelül, mert akkor teljesen megszívja magát a mandula, és utána tökéletesen be fogjuk tudni tölteni. És a gyümölcsel van gyümölcs az nagyon egyszerű, igen. Ez azokat... kompót, nem? Körülbelül, igen. Én úgy szoktam csinálni, hogy lepucolom az almát meg a körtét, megszorom egy pici cukorral, semmi extrát nem adok hozzá, hogyha szoktam az almához néha egy kis bort, ha van egy kis nyitott fehér, van egy picit a párolásra alá, hagyjuk állni 10 percet a cukorral, a cukor hirtelen megoldja a gyümölcsnek a sejtnedvét, kifolyik a lé belőle, és abba párolom le. Aha. Kihűtöm, és készen van a két töltelékünk, ez nem egy bonyolult. Nagyon jó. Ágyúrom a tésztát, mert most lehet látni, hogy ugye az előbb milyen kemény volt. És most hogy már, belágyult. Igen. Igen. Most már csak finom mozdulatokkal. Most már ne szaggassuk. Most már nem kell, csak kisimítom. És amikor készen van, vissza az edénybe, letakarjuk, és egy meleg helyen körülbelül fél óra alatt meg kell eszünk. Egy férfi mindig kitalálja, hogy hogy oldja meg a dolgokat fele energiával. Értem és kevés mosogatással.
megkelt a tésztánk. Végre valamit nem mérsz. Fogunk egy nyújtófát, és minél kevesebb lisztet rakjunk rá, úgy próbáljuk meg kinyújtani, inkább fordítunk, hogy ugye ne kerüljön bele a töltelébe még pluszba liszt. Ekkora körülbelül kinyújtjuk, fogjuk az első gyümölcs töltelékünket, és a lényege, hogy egy ilyen kis csíkba ide a közepébe. Amennyi csak ráfér. Azért olyan sokat nem, mert hogyha szétreped, akkor csúnya lesz. De nem reped szét. Értem. Épp akartam mondani, hogy nem fog szétrepedni. Nem. Ilyenkor fontos az, hogy nem csak rá fogjuk hajtani a tésztát, hogy így az ujjunkkal megfogjuk a tölteléket vissza, és akkor lehajtottuk, egy picit belenyomjuk, hogy ne nyíljon szét. És még azt tesszük alulra is. Igen. Most ugyanezt megcsináljuk. A körtével is. Ruganyos tészta, tehát nagyon fontos, hogy ne legyen lágy. És akkor jön a gesztenye. Majdnem gesztenye, legyen mandula. Mandula. Te mindent kihasznál. Magas labdákat lecsapunk. Igen, igen. Még egy picit langyos, de nem kell vele foglalkozni. Milyen jó lesz együtt ez a körte alma kompót és a mandula krém. És majd ez mellé egy pohár tejet fogunk érni. Jó, na. Kicsit hagyjál benne, mert a fiúk itt mérgesek, nem fognak szeretni. Ó, értem, értem. Ugyanúgy be kell csomagolni, mint az előző kettőt, ugye ez egy kicsit vastagabb. Megvan a három szálunk. És egy sima, egyszerű hármas fonás. Csinálni. Úgy fogjuk hajtani a tésztát, hogy a tészta végződés az mindig alul legyen. Egyszer innen, és akkor a tetejét is be kell fejezni, visszafele. Itt, ha kijön egy kis gyümölcs, összetoljuk. És az egészet is alulra fogjuk rakni. De szép. Itt is összecsípjük a hármat, és behajtjuk alá. Nem baj, hogyha esetleg a kelésnél, hogy megindul a tészta, egy picit megnyílik, de mégsem legyen az, hogy a teljesen szépen is tudja lesz. Kell egy sütőtálca nekünk. Tessék. Amire szépen ráhelyezzük, meleg helyre rakjuk, de egyszer le fogjuk kenni egy olyan tojásos keverékkel, amiben két egész tojás és egy sárgája van, hogy legyen szép fénye és sötét. Szép egyenletesen meg kell kennünk, és teljesen rá fog száradni az első kenés. Tehát az a lényeg, hogy mint a bejglit, az első kenés szárítsuk rá. Utána kenjük még egyszer, berakjuk 170-180 fokos sütőbe, és egy 30 perc alatt tökéletesen meg fog sülni. Amíg ez kell, addig van még egy darab tésztánk, amit gyúrtunk. Igen. Abból mutatok egy 6-os fonást. Nagyon jó. Ezt nem lehet eleget megnézni. Nagyjából 6 egyforma tésztát készítünk. Kicsit meg vannak kereszt, és ki kell sodorni őket. És egy kicsit meg kell hegyezni két oldalra? Igen. Körülbelül így. Így. Most nézi a tévét Fekete Gergő barátunk, a kedvenc pékünk, és írja az SMS-t, hogy miért a Juhos Joci mutatta a 6-os fonást. Azért, mert neki csak a 3-as megy. Dehogy is. De ilyenek a barátok. Összenyomunk 3-3 szálat. 3 szál jobbról, 3 szál balról, fönt összenyomva, majd a 2-3-asat is össze fogjuk fonni, és a legelső lépés a fontos. Én úgy tanultam, jobb kéz van felül. A 2 szélső szálat felemelve, a jobb kezemet, csinálok egy tekerést, és ugyanoda lerakom, onnan felemeltem, csak belülre. Most megint. Mindig a szélső szálat, és onnan felvettem ellentétes oldalra, amit addig tartottam belülre. És amikor megvan, szépen megvan fogva. Szoktak olyat csinálni az emberek, hogy ilyenkor még sodornak rajta egyet. Én csak annyit szoktam, hogy pici leeső szokott lenni, hogy a kezemmel levágom, hogy nehogy szétnyíljon, és hogy olyan van, akkor visszanyomom alulra. Gyönyörű lett. És akkor van egy 6-os fonásunk, amit szintén lekenünk, kelesztünk, újra lekenjük, és úgy rakjuk be a sütőbe. És milyen jó ezzel a sült húsvéti kaláccsal a főtt sonka. Jöhet a következő tojás réteg, bár most milyen szép fényes. Lekedjük újra az egészet, sütőt, nagyon fontos, hogy mindig előmelegített sütőbe fogjuk belerakni. 180 fok. 180 fok. Ez egy 30 perc alatt tökéletes lesz. Jó, viheted meleg a sütő.
de szép lett. Pirosat szeretném kérni. Én először töltünk tejet, azt majd utána kalácsozunk. Köszönöm. Gyönyörű lett. Ezt nézzék meg. Szép. Nagyon jó. A gyümölcsöt se pároltuk túl, és még egy picit ressél. Az enyém egy picit ressél, amikor eszem. Nagyon finom. De a kalács is finom. Na jó, jöhetsz máskor is. Akkor jövök.